Jurassic Lorehangeri. A tartalom utat tör. Üdvözlök mindenkit! Ez a Jurassic Lorehangeri, én Sanyi vagyok, és az utóbbi hetekben elkezdődött a Jurassic World 4 forgatása. Ennek köszönhetően néhány forgatási kép kiszivárgott, valamint egy-két interjú és néhány filmes pletyka is napvilágot látott, szóval gondoltam, most már összeszedek nektek mindent, amit eddig a következő Jurassic filmről tudunk. Azt azért leszögezném, hogy ez még mindig elég kevés sajnos, de azért több mint a semmi. Legelőször felvázolnám, hogy mi lesz a film története. Ha minden igaz, akkor három felnőtt és három tinédzser egy eddig még nem látott szigeten ragadnak, miután lezuhannak egy helikopterrel. Ez több forrás is hivatalosként kezelte, szóval ezt most már mi is aként vehetjük, de se ezt, se semmi mást nem közölt le az Universal. Most több lehetne teóriázgatni arra, hogy ez mégis milyen sziget lesz, de ez majd inkább a videó végén. Sajnos a film címe az még mindig nem ismert, pedig kevesebb mint egy év van a premierig, így ezt igazán megoszthatnák már velünk, hogy ne Jurassic World 4 vagy Jurassic Park 7-ként hivatkozzunk már rá. Felmerült több helyen is a pletyka, miszerint a film címe Jurassic City lesz, de ezt megcáfolta az Universal, hál' Istennek. Ez logikus is, hiszen ezt a címet már egy Asylum film birtokolja. Azért a világuralomra és Colinra lehet sok mindent mondani, de ott ilyenkor már tudtuk a címet és tök jó forgatási képeket is kaptunk, itt meg szinte semmit. Na de ha már feljött a forgatás, most nézzük meg, hogy ez mégis hol zajlott és hogy milyen képek származnak innen. A film forgatását június 13-án kezdték el Tájföldön, és most júliusban fog véget érni a tájföldi forgatás, viszont a teljes forgatás az, ha minden igaz, akkor októberig fog tartani, de már erről kicsit később. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ugye Tájföldön egy Jurassic film sem forgott soha, így ez egy nagyon jó választás volt, ha már új vizekre szeretnék terelni a franchise-t. Viszont a rendezőtől nem idegen helyszín Tájföld, ugyanis Gareth Edwards a tavalyi Alkotó című filmét is itt forgatta, így valószínűleg megtetszett neki ez a helyszín, mert egyébként tényleg gyönyörű természeti adottságok vannak itt. Ami plusz érdekesség az itteni forgatással kapcsolatban, az az, hogy a táj környezetvédelmi miniszter figyelmeztette a stábot a környezet megóvására, és egy vicces kis dínós figyelmeztető papírt tűztek ki egy fára, egy műanyag zacskóba téve azt, hogy nehogy bárki is cigizzen a dzsungelben. Nincs is jobb környezetvédelmi tevékenység annál, mikor egy kivágott fát beteszünk egy természetre káros anyagba és rátűzzük azt egy élő fára. Na de ami tényleg érdekes a forgatással kapcsolatban, az ez a kép. Ezt a díszletet magához a filmhez készítették és szállították el Tájföldre. Ez egy maja vagy azték templomhoz hasonló ősi építmény, amit megmondom őszintén nem tudok hova tenni. Engem tisztára a Koponya-szigeti Ivikre emlékeztet a Monsterverse-ből, csak ami ott működött, az nem biztos, hogy itt fog. De nekem nagyon az a gyanúm, hogy itt valami eltitkolt civilizáció lesz, vagy esetleg behozzák a Jurassic Park The Game-ből ismert Tin Sea törzset. Hát akármi is lesz, ez az ősi civilizációs tudsz nekem nagyon Jurassic idegen téma, de meglátjuk, mi lesz belőle. Néhány tájföldi lakos meglátogathatta a forgatás helyszínét, és ezeket a képeket készítették a lezuhant helikopterről, amivel a főhőseink lezuhannak a szigetre. A következő képeket pedig valószínűleg egy kaputelefonnal fotózták, mert én ilyen rossz minőségű képeket 15 éve nem láttam. Ezek a képek egy mólót ábrázolnak, és ezen a sárga cuccon nehezen, de kivehető az InGen logója. Elég sok rajongó gondolja azt, hogy ez a film ez a Szorna-szigeten fog játszódni, aminek nagyon örülnék, de szerintem ez sokkal inkább valami eltitkolt sziget lesz, ha már a plotban is azt írják, hogy új sziget. Na és most jön a legérdekesebb forgatási kép, ugyanis ennek hála láttuk meg az első dinoszauruszt, ami a filmben benne lesz. Ez nem más, mint a Parasaurolophus. Az egyetlen faj, ami minden egyes élőszereplős Jurassic médiában ott van, örülök, hogy ezt a szokást most is megtartják. Ráadásul ez nem akármilyen para, hanem a világuralomban látott dizájn, tehát ez a film mindenképp egy folytatás lesz. Ez a fej valószínűleg nem egy animatronik, hanem egy referencia pont a színészeknek, hogy tudják hova kell nézni, a dinót pedig majd később reanimálják a felvételre. Sajnos még mindig csak ő az egyetlen dinó, akinek meg tudom erősíteni a filmbéli szereplését, de több pletyka is kering a neten, például, hogy látni fogunk egy T-rex testvérpárt, meg Notosaurus, meg Ichthyosaurus, meg még vagy 10 fajt, de ezek felsorolásának nem látom az értelmét, ugyanis ilyeneket bárki ki tud találni, és nem szeretnék senkit sem nagyon belelovalni semmibe. De azért a T-rex-tesókat adnám. Igazából a tájföldi forgatásról csak ennyi kép van, mert most ez a rész ez véget ért, úgyhogy most utazik majd a stáb Máltára, onnantól pedig Angliába, és így nagyjából akkor októberig fog tartani a teljes forgatás, ha minden igaz. Végül pedig jöjjenek a színészek, akik benne lesznek a filmben, illetve hát egy specifikus színésznő, mert a többit leszarom! Ő nem más, mint Scarlett Johansson. Ő lesz a film főszereplője, de sajnos még nem ismerjük a karakterének a nevét.
Az biztos, hogy nagyon lelkes a hölgy, ugyanis ő az egyetlen a színészgárdából, aki örül annak, hogy szerepelt a filmben, és aki posztol ki képeket, meg nyilatkozik interjúkban. Az egyik interjúban például azt mondta, hogy már 10 éve próbál szerepet kapni egy Jurassic filmben, annyira szereti a franchise-t, hiszen a gyerekkorának egyik meghatározó filmje volt a Jurassic Park. Konkrétan annak is örült volna, ha a film első 5 percében megette volna őt egy dino, de ez nem így lett, hál' Istennek. Amelyik interjú különösen melengedte a szívemet, az ez. What? Dr. Johansson, this is Jeff Goldblum. Here's what I want to say to you. This I know. Scarlett will find a way. Oh, no way! So much. Don't get eaten unless you want to. I love you. Mwah. Oh my God! Ugyanis Jeff Goldblum, a legenda, Ian Malcolm megtestesítője, üdvözölte Scarlettet a franchise-ban, és azt mondta, hogy Scarlett utat tör. Imádom mind Jeffet, mind Scarlettet. De persze, ezt a szép pillanatot el kellett rontania ennek az idióta demens maminak ezzel a kijelentéssel. That we know that water finds a way. Azt mondja, a víz! Utat tör! A víz, bazd meg! Nem az élet, a víz! Nem!